Segítség a mozgáskorlátozottaknak, megduplázott támogatást lehet igényelni a lakóingatlanok akadálymentesítésére. Eredményes esztendő, a tavalyi év közepén a kínai hamisított méztermékek árcsökkenést okoztak a termelői méz felvásárlásában, de év végére megnőtt a kereslet a hazai termék iránt. Külföldi tapasztalatszerzés. Idén több mint 1,2 milliárd forintra lehet pályázni az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében. Az uniós programra évente háromszor lehet pályázni. Megduplázott támogatást lehet igényelni a lakóingatlanok akadálymentesítésére. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A támogatás összege és igénybevételének lehetősége is változott január 1-től. Azt már nem csak egyszer lehet igényelni, hanem 10 évente újra, összege pedig az eddigi 150 ezerről 300 ezer forintra nőtt. Alacsonyan elhelyezett villanykapcsoló, már ez is könnyebbséget jelent egy-egy mozgáskorlátozott életében. Az akadálymentesítési támogatással a kormány célja, hogy ne szigetelődjenek el a társadalomtól a mozgáskorlátozottak, mondta megkeresésünkre a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly kiemelte, több akadálymentesítési átalakításra is igényelhetnek támogatást a magánszemélyek. Például ugye küszöb van, és azt meg kell szüntetni, az ajtót a kerekesszék miatt ki kell szélesíteni, a lépcső helyett egy feljárót, rámpát kell kialakítani, vagy mondjuk távkapcsolóval kell nyitni a kapót, a garázsajtót, akkor ezekhez ő tud kérni segítséget. Ez az a bizonyos akadálymentesítési támogatás, aminek az összege január 1-től 150 ezer forintról 300 ezer forintra növekedett, tehát megduplázódott. A lakóhelyhez, legközelebbi hitelintézethez, OTP-hez többnyire oda kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet, és javasolt az is, hogy személyesen felkeressék a leendő ügyfelek az illetékes fiókot, és ott részleteiben is tájékozódjanak az ügymenetről. A közintézmények és bevásárlóközpontok zöme már akadálymentesített, ám a mozgásukban korlátozottak számára segítséget jelenthet, ha otthonukban is könnyebben mozoghatnak. Személy szerint üdvözlöm ezt a döntést, hogy megemelték a keretösszeget 300 ezer forintra, mert így a fürdőszobámat át tudom alakítani. Azt akartam már eddig is, de most így jobban ráfogom magamat, hogy eldöntsem, hogy mit és hogyan fogok átalakítani. Mert szeretnék ajtót cserélni, a kádat kivenni, egy ilyen ülő, tusoló részt kialakítani a fürdőszobában, és akkor ebből az összegből jobban van lehetőségem, tágabb mozgásterem van. A támogatás igénybevételének lehetőségénél is történt változás, azt már nem csak egyszer lehet igényelni, hanem 10 évente újra. Jó évet zártak a méhészek, kedvezett a tavalyi időjárás a mézhozamnak. Az év közepén a kínai hamisított méztermékek árcsökkenést okoztak a termelői méz felvásárlásában, de év végére megnőtt a hazai kereslet a termék iránt. Ezt Mágyi Gabriella, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének gazdasági vezetője mondta el televíziónknak. A tudatos vásárlóknak először is a méz származási helyét kell figyelembe venniük, mondta Mányi Gabriella méhész. Hozzátette, a vitaminban gazdag hazai mézet közvetlenül a termelőktől érdemes megvásárolni, a boltokban található termékeknél pedig arra kell odafigyelni, hogy az üvegre méz legyen írva, ne pedig méz jellegű készítmény. Időjárás szempontjából nagyon jó évet zártunk, ezáltal a hozam is, én úgy gondolom, minden méhész számára, vagy a legtöbbünk számára pozitív volt. Felvásárlás terén a kínai mézhamisítás kapcsán nagyon sokunknak nehézséget okozott a méz leadása, de az ezzel kapcsolatos hírek, amik megjelentek a híradóban és a médiában, felkeltette a tudatos vásárlók figyelmét, és ezáltal évvégére én úgy gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy sokkal több mézfogyasztó lett Magyarországon, és tudatosan keresik a termelői mézet és a magyar mézet, amit Hungarikumnak mondhatunk immár 2 éve.
A téli hónapokban a 10 fok alatti hőmérséklet beköszönte után a méhek már nem hagyják el a kaptárt, vegetálással, mészfogyasztással és a kaptár belső fűtésével foglalatoskodnak. Azonban, ha beköszönt egy enyhébb nap, a méhek is kimozdulnak. A tél közepi plusz fokok biztosítják azt, hogy a méhek kijöjjenek a kaptárból, és a bélrendszerükben összegyűlemlett salakanyagoktól megszabaduljanak. Ez a méhészeknek nagyon nagy megnyugvás lenne, mert nem tudjuk még, milyen tél jön. És ez egy biztonság a méheknek is, hogy bizton át tudják telelni, vagy át tudnak telelni, és tavasszal erővel és teljesítőképességek teljében tudnak nekiállni az ez évi munkának. A méhek számára a 12 fok fölötti hőmérséklet elérése jelenti a tavasz kezdetét. Akkor már kirepülnek, és a környező 3-5 kilométeres területen látnak hozzá a mézgyűjtési lehetőségek felkutatásához. Több mint 200 programot szervezett a továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákok számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége során. Tájékoztató előadásokat tartottak, üzemekbe látogattak el a diákokkal, és bemutatták a tanműhelyekben folyó munkát. Mindezzel a szakmákat szeretnék közelebb vinni a tanulókhoz. Hétfőn a Nyíregyházi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tartott a kamara pályaválasztást segítő előadást. A középfokú oktatásban a jövőben előtérbe szeretnék helyezni, hogy az érettségi mellett szakmát is tanuljon a 14-18 éves korosztály. A 2016-17-es tanévtől átalakul a középfokú oktatás. Az idén már gimnáziumokba, szakgimnáziumokba és szakközépiskolákba jelentkezhetnek a diákok február 15-éig. A középfokú iskolák átalakulásáról, a szakképzésről is hallhatnak híradónk után 35 perc című közéleti műsorunkban. Nem ért egyet több a közgyűlésen elfogadott napirendi ponttal az MSZP, hangzott el a párt sajtótájékoztatóján. Nagy László frakcióvezető kiemelte, a migráns kérdéssel csak abban az esetben kellene az önkormányzatnak foglalkozni, ha a Nyíregyháza érintett lenne ebben a problémában. A politikus szerint ez országos ügy, nem pedig települési. A másik pont, amivel nem értenek egyet, az idei évi költségvetés. Szerintük a rossz tervezés miatt több fontos beruházást is kihagytak. Ilyen például a lakóház felújítási program folytatása, hangzott el a sajtótájékoztatón. Most az látszik, hogy egy alacsonyabb főösszeggel indul a 2016-os év, majd évközben kiderül, hogy milyen pályázati források nyílnak meg az Európai Uniós támogatási ciklus harmadik évében. Hogy ezek közül majd beruházások mikor lesznek, azt már megint csak találgatni lehet, de hát nyilvánvalóan 2016-ban még valami kevés lesz belőle, majd valamikor 2017-18-ban talán, és ezt mi egy bűnös késlekedésnek tartjuk. Mi azt gondoljuk, hogy pontosan fordítva kéne működnie az önkormányzati költségvetési tervezésnek is. Idén több mint 1,2 milliárd forintra lehet pályázni az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 11. alkalommal díjazták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legsikeresebb fogyatékkal élő sportolóit és edzőit Nyíregyházán. Az eseményen részt vett Szekeres Pál miniszteri biztos, aki elmondta, a riói paralimpiai játékokra eddig 24 kvótát szerzett Magyarország. 28 iskola 169 versenyzője 258 nevezéssel regisztrálta a megyei úszó diákolimpiára. A megmérettetésen azok a tanulók indulhattak, akik iskolai vagy városi versenyeken már bizonyítottak. Idén több mint 1,2 milliárd forintra lehet pályázni az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében. Az uniós program külföldi tanulást és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít, amire évente háromszor lehet pályázni. Az idei első határidő február 2-án jár le, a másik két időpont április 26-a és október 4-e lesz.
Az Erasmus Plus 2014-es indulásakor közel 6 millió fiatal volt munkanélkül az Európai Unióban. Arányuk több országban meghaladta az 50%-ot, ugyanakkor több mint 2 millió állás volt betöltetlenül az Unióban. Mindez jelentős európai hiányt jelzett. Ezért az Erasmus Plus most is úgy próbálja orvosolni a problémát, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Az Erasmus Plus forrásaiból több mint 4 millió euró, azaz 1,2 milliárd forint áll idén rendelkezésre. Erre a forrásra lehet pályázni, és ez a forrás biztosítja azt, hogy a fiatalok, illetve az ifjúsággal foglalkozó szakemberek és az ifjúsági szervezetek nemzetközi tapasztalatokat is tudnak szerezni. Egy uniós regionális hatásvizsgálat megerősítette, hogy a különböző diákcsereprogramban vagy mobilitási programban való részvétel jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas szintű vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és kelet-európai fiatalok esetében. Nagyon fontos, hogy kitértünk a fiatalok alatt, hiszen itt különböző életkori korhatárokat szoktunk nevesíteni. A legfontosabb korhatár, hogy 13 és 30 éves kor közötti fiatalok vehetnek részt az Erasmus Plus ifjúsági projektjeiben. Ezek közül kivétel az Európai Önkéntes Szolgálat, ahol pedig 17 év feletti fiatalokat várunk, hiszen ott fontos, hogy a nagykorúság korhatárt már elérjék, vagy pedig legalábbis nagyon megközelítsék a fiatalok. Ezeken a felvételeken a szicíliai Pablo és a spanyol Albert látható. Ők az elmúlt hónapokban a Nyíregyházi Mustárház ifjúsági központban önkénteskedtek az Erasmus Plus-os európai önkéntes szolgálaton belül. Egy évvel ezelőtt érkeztem Nyíregyházára, és nagyon élveztem azt, hogy együtt dolgozhattam itt egy rádióban más országokból érkező kollégáimmal. Nagyon sokat tanultam, szerettem a nemzetközi környezetet, és azt, hogy megismerhettem a magyar kultúrát, szerintem nagyon szép. A Mustárház már 2007 óta foglalkozik az Erasmus Plus-szal, illetve annak elődjével, a Fiatalok Lendületben programmal. Az Erasmus Plus, mint sok más uniós program, anyagilag szinte mindent biztosít a résztvevő fiataloknak, ezért is kedvelt a vállalkozó kedvűek körében. Azért is jó lehetőség, mert ugye finanszírozza a fiataloknak a szállás, étkezését, havi zseppénzt, ellátási pénzt kapnak, az utazásukat, esetleges vízum költségeket. Szóval lényegében le van fedve anyagileg ez a program számukra is, és hát nagyon jó tapasztalatszerzés. Az Erasmus Plus programra évente háromszor lehet pályázni, az idei első határidő február 2-án jár le, a másik két időpont április 26-a és október 4-e lesz. Mintegy 2000 érdeklődő látogatott el a hétvégén megrendezett Kelet-Magyarország esküvői kiállításra a Váci Mihály Kulturális Központba. A rendezvényen 400 négyzetméteren 40 kiállító várta a házasulandókat, a színpadon pedig szakemberek váltották egymást, hogy a legújabb esküvői trendekről tájékoztassák az érdeklődőket. Továbbá volt fodrász és smink bemutató, valamint táncoktatás is. Az esküvői kiállításon megrendezték az Álompár viadal döntőjét, a nyertesek értékes nyereményekkel gazdagodtak. Tizenegyedik alkalommal díjazták Szabolcs-Szatmár Bereg megye legsikeresebb fogyatékkal élő sportolóit és edzőit Nyíregyházán. Az eseményen részt vett Szekeres Pál miniszteri biztos, aki elmondta, a riói paralimpiai játékokra eddig 24 kvótát szerzett Magyarország. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége sportgálával és díjátadóval ünnepelte meg a tavalyi év sportsikereit. A rendezvényre az elismerések átadása mellett sportbemutatókkal is készültek. Szabolcs-Szatmár megyében 11. alkalommal díjazzák az elmúlt év legjobb fogyatékkal élő sportolóit, sportvezetőit, edzőit. Most már ez a harmadik alkalom, hogy engem is meghívnak, és minden alkalommal örömmel jövök, és örömmel vagyok együtt egy kicsit azokkal a sportolókkal, akik az előző évben a legjobb teljesítményt nyújtottak. Szerintem fontos az, hogy mindig legyen egy pillanat, amikor megállunk és megköszönjük az ő munkájukat, elismerjük őket. Remélem, hogy ez a nemes hagyomány folytatódni fog.
Az ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a fogyatékkal élők támogatásáról szólt. Minden sportesemény fontos, ilyen módon a fogyatékkal élők sportja is fontos a megyei önkormányzatnak, Nyíregyházának, a megyei önkormányzatnak is. Igyekszünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatni ezt a tevékenységet. A topos forrásokból, a területi programok forrásaiból megvalósítható közintézményeknél nyilvánvalóan azokat a szempontokat, akadálymentesítési szempontokat érvényesítjük, amit a fogyatékkal élők szükségletei diktálnak. A díjátadó ünnepségen Szekeres Pál miniszteri biztos a magyar csapat riói paralimpiai játékokra szerzett kvótairól beszélt. Az úszók sikeres szereplésének köszönhetően a már meglévő 11 mellé még 8 kvótát szereztünk, tehát 19, és én hozzáadnám az 5 vívót, tehát én úgy gondolom, hogy a 24 biztos helyünk már van, és még további kvótákra számítunk, tehát én úgy gondolom, hogy 40 körüli csapat létszámra lehet számítani. 2016 nyarán az olimpiai játékokat követően rendezik meg a paralimpiai játékokat Rióban, ahol Szekeres Pál szerint a londoni olimpiai teljesítményt is felülmúló eredmények születhetnek. 28 iskola 169 versenyzője 258 nevezéssel regisztrált a megyei úszódiák olimpiára. A megmérettetésen azok a tanulók indulhattak, akik iskolai vagy városi versenyeken már bizonyítottak. A nyírbátori diák olimpia legjobbjai az országos döntőbe jutottak, amit március 19-én és 20-án rendeznek meg Miskolcon. Az úszó megyei diákolimpia 2015-16-os tanévi B kategóriás 3., 4. és 5., 6. korcsoportjában indultak a diákok. A fiúk és a lányok is minden úszóversenyszámban nevezhettek. Az iskolák nagy része már rutinosan készíti fel a tehetséges diákokat a megyei megmérettetésre. Heti kétszer szoktunk vásárosnamiba edzeni, de például most a diákolimpiára ott készültünk Szalkán, Nyírbátorban, mivel hát nálunk nincs olyan lehetőség, hogy 25 méteres medencébe edzünk, és hát ilyenkor már heti 4-szer edzettünk leginkább, és hát lényegében felkészültünk leginkább a versenyre. Még 2011-ben az újjáalakult megyei úszószövetség létrehozta a Szabolcs Tour versenysorozatot azoknak a diákoknak, akik nem A kategóriás versenyzők, azaz a Magyar Úszószövetség égisze alatt nem versenyeznek. Számukra szólt az egy tanévre szóló 8 helyszínen megrendezett megyei versenysorozat. Azóta a gyerekek létszáma megduplázódott a diákolimpián, sőt a B kategóriában is szépen szerepelnek. Rendkívül sok versenyző van, aki nagyon jó időket úszik, tulajdonképpen már A kategóriás szintet is úszik, úgyhogy van, ha a versenyzőnek az edzője úgy dönt, hogy ő már olyan eredményekkel büszkélkedik, az A kategóriába átkerül természetesen, és akkor a Magyar Úszószövetségnek a regisztrált versenyén is részt vehet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület volt a fő szervezője és rendezője a versenynek. A szervezet szeretné, ha több sportágban is segíthetnék az utánpótlás kinevelését a megyében. A Diáksport kötelékein belül minden sportágat ugyanúgy szeretnénk támogatni és megteremteni a lehetőséget arra, hogy a sportolni vágyó gyerekek megtalálják a számításukat. Azt hiszem, hogy nekünk ez a feladatunk, illetve hogyha még valamit ki kellene emelnem, akkor kiemelném azt, hogy a fogyatékosokkal való együttműködést azt mindenképpen szeretnénk még szorosabbra fonni. A diákolimpián legjobban szereplő úszók elismeréseket vehettek át, a kategóriák győztesei pedig tovább jutottak a március 19-i és 20-ai miskolci országos döntőbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Megduplázott támogatást lehet igényelni a lakóingatlanok akadálymentesítésére. A támogatás összege és igénybevételének lehetősége is változott január 1-től. Azt már nem csak egyszer lehet igényelni, hanem 10 évente újra, összege pedig az eddigi 150 ezerről 300 ezer forintra nőtt. Jó évet zártak a méhészek, kedvezett a tavalyi időjárás a mézhozamnak. Az év közepén a kínai hamisított méztermékek árcsökkenést okoztak a termelői méz felvásárlásában, de év végére megnőtt a kereslet a hazai termék iránt. Idén több mint 1,2 milliárd forintra lehet pályázni az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében. Az uniós program külföldi tanulást és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít, amire évente háromszor lehet pályázni. Az idei első határidő február 2-án jár le, a másik két időpont április 26-a és október 4-e lesz.
A Kölcsei Televízió iradóját látták hétfőn. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat továbbra is elérhetik honlapunkon. Egy munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál jóval enyhébb időjárás. A Kárpát-medence fölé a következő két napon viszonylag száraz, igen enyhe levegő áramlik. A maximum hőmérséklet több fokkal meghaladja majd az ilyenkor szokásosat. Éjjel tovább csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az élénk nyugati szél néhol időnként megerősödik, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában felhős, de többnyire fátyol felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem lesz, a délnyugati szél többször megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás, a hét közepén átmeneti lehűléssel. Szerdán hideg front vonul át fölöttünk, hatására átmenetileg csökken a hőmérséklet és több helyen lehet eső, néhol esetleg havas eső. A hét legvégén a délnyugatira forduló szél ismét nagyon enyhe levegőt hoz a Kárpát-medencébe.